Gőzerővel folyik a munka a Nyíregyházi Egyetemen, jelenleg 17-en dolgoznak azon, hogy minél hamarabb megkaphassák a korábban végzett hallgatóik a diplomájukat. Elindult a nagyhajtás a Nyíregyházi Egyetemen. A munka folyamatot mutatja éppen Minya Károly, aki elmondta, átcsoportosították a dolgozókat, hogy minél hamarabb tudják a beragadt diplomákat kipostázni. A gazdaságvédelmi akcióterv munkahelyteremtési programjának részeként április elején jelentette be Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, hogy a hallgatókat mentesítik a nyelvvizsga kötelezettség alól. A felmentés minden diákot érint, akinek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tennie a diplomaszerzéshez, de eddig még nem sikerült. Ez a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, mesterképzésekre, osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen finanszírozási formában végezte a hallgató a felsőfokú tanulmányait. Nagyon aprólékos és nagy precizitást igénylő munkafolyamatról van szó, így több időt vesz igénybe. Vannak olyanok is, akiknek több mint 10 éve van bent a diplomájuk, közölte az oktatási rektor helyettes. Több mint 3000 diplomát fogunk kiadni az elkövetkező időben, és ugye az első az volt, hogy az adategyeztető lapot kellett, illetve kell beküldeniük a végzett hallgatóknak. Az első napon több mint 1000 érkezett, és ezek folyamatosan érkeznek. Viszont a legfontosabb az, hogy most már konkrét és jó hírrel szolgálhatunk azoknak, akik erre vártak, bár hozzá kell tennem, hogyha valaki fél éve végzett, vagy 10 éve végzett, akkor még ezt az 1-2 hetet kibírja talán, amíg valóban ezt az óriási munkát elvégezzük. Ugyanis az elmúlt pénteken 600 darab diploma borító, pontosabban mappa megérkezett, úgyhogy a mai nappal elkezdte teljes kapacitással a Hallgatói Szolgáltató Központ és a hozzá átirányítása kolléganők a munkát, és elkészítik a diplomákat, azokat össze kell fűzni. Tehát, mint mondtam, 600 darab borító érkezett meg, és legkésőbb szerdán elkezdődik a postázása ezeknek a diplomáknak. Mindenkitől türelmet kérünk. Az oktatási rektor helyettes hozzátette, mindenkitől türelmet kérnek, mert a diplomák még nincsenek készen. Most a mentesség miatt teljesültek a feltételek, így most készíthetik csak elő azokat, mivel eddig ki sem lehetett nyomtatni az okleveleket a feltételek hiányában. Ezért a beérkezés sorrendjében készítik el, fűzik össze, rakják a borítékokba, és így tudják megkezdeni csak a postázást.